A török szentmiklósi kézilabda egyesület idén is részt vett a horvátországi Rovinyi kézilabda tornán. Ebben az évben rendkívüli sikert is értek el ezek a gyerekek. A hátul mögött éppen most közeledik a csapat busza. Egy nagyon szép serleget tartasz a kezedbe, egy nagyon szép sikerről tudunk beszámolni, te már rutinos kézlabda torna, Rovinyi kézlabda torna szereplő vagy. Hogyan értékeled ezt a idei 2016-os tornát? Hát a U12-es csapatunk első helyezését, az U14-es csapatunk hetedik helyezését. Nagyon ügyesek voltunk, csak U14-nél nagyon erős volt a mezőny, és ezért lehetett, hogy hetedikek lettek, de mindenki elfáradt, és jó volt. Mi a leginkább emlékezetes számodra ezen a mostani tornán? Mire emlékszel vissza a legszívesebben? Hát én kaptam egy külön díjat, a MVP, az azt jelenti, hogy a legértékesebb és a legjobb játékos egyben. Mi az, ami ha a kézlabda tornától egy picit félrenézünk, a maga a kirándulás, vagy az utazással kapcsolatban mi volt a legemlékezetesebb neked? Hát gyönyörű a táj, meg nagyon szép minden. Rovinj is van egy óriási templom, és az is nagyon szép, mintha rajzol lenne olyan távolról. Harmadjára futottunk neki ennek a horvátországi kanyarnak. Idén most már két csapattat tudtunk kivinni. Nem tudtuk, hogy mire számíthatunk, hiszen az elmúlt években se tudhattuk. Attól függetlenül is, hogy az elmúlt két évben ugye döntő tudtunk játszani az akkor még U12-es fiúkkal. Nem ismertük a mezőnyt, hiszen volt egy-két csapat, volt egy-két átfedés az elmúlt években is ott voltak, és nagyjából tudtuk, hogy milyen játékerőt fognak képviselni, de voltak most új csapatok is, és hát ezek az új csapatok azért komoly meglepetést is okoztak, én úgy gondolom. Ugye a tavaly előtt U12-es csapatunk, most már U14, ugye telik, múlik az idő. Ugye az elmúlt két évben döntőt játszott, és sajnos nem sikerült egyik alkalommal sem. És sajnos idén sem, hiszen rögtön a csoportmérkőzések után egy elég komoly akadályba ütköztünk az osztrák Ausgersdorf csapatának személyében. Nem tudok haragudni a fiúkra, hiszen előtte már a csoportmeccseken a Porecs egy nagyon jó játékerőt képviselt, és ez mi sem bizonyít jobban, mint hogy ők nyerték meg a tornát, és a bennünket kiejtő Ausgersdorf ellenében, tehát két csapattól kaptunk ki, ők játszották a döntőt. Egész egyszerűen leblokkoltak a fiúk ezen a mérkőzésen, és gyakorlatilag, hogyha két hétig játszottuk volna, akkor se tudtunk volna javítani, tehát tényleg szó szerint a legnagyobb csapatoknál is van ilyen, én úgy gondolom. Minden esetre a maga a célját elérte természetesen a torna, hiszen a legfontosabb célunk ugye az országos elődöntőben majd megmutatni azt, hogy idén is az országos döntőbe jutunk a gyermekbajnokságban, tehát ezt a célt mindenképpen jól szolgálta. Persze szerettünk volna nyilván jobb eredményt elérni, idén ez most így sikerült, de én azt gondolom, hogy a kisebbek kárpótolták ezt a dolgot, hiszen én úgy gondolom, hogy fantasztikus az, hogy rögtön az első évben egy ilyen kimagasló teljesítményt tudtak elérni a gyerekek. Nagy szintkülönbség volt U12-ben a többi csapathoz képest? Tehát sokkal jobb játék előtt képviselt a török szentmiklósi csapat? Én azt gondolom, hogy igen. Azt gondolom, hogy igen. Az első három csapat azért kimagaslott, és nagyon nagy büszkeséggel mondhatom, hogy mi pedig a
három csapat közül is kimagaslottunk, hiszen elég az eredményeinket nézni, tehát a legszorosabb eredményünk is azt hiszem, hogy 7 gól volt a döntőbe, ugye 17-10-re nyertünk. Az egésznek az alapja a kőkemény védekezésünk volt, és az a 3-2-1-es nyitott védekezés, ami itthon ugye a gyermekbajnokságban kötelező. Gyakorlatilag ezt hozta meg nekünk a sikert, hiszen egy csapat se, legyen az szlovén, legyen az horvát, legyen az osztrák, legyen az német, semmelyik csapat nem tudott ezzel mit kezdeni, és hát sokat elmond a csapat teljesítményéről, hogy a torna legjobb játékosa, az MVP-je ugye a Bakos Laci lett, a torna legjobb kapusa a Horváth Dávid lett, és a Nyeső Soma is bekerült a torna All-Star csapatába, mint az egyik a legjobb irányító. Azt gondolom, hogy a hét emberből három is Török Szemiklósi volt a legjobb. Én azt gondolom, hogy ez is eléggé beszédes. Nagyon jól játszottak a gyerekek, hozzáteszem. Kicsit izgultak, ahogy jöttek a mérkőzések, és pont az utolsó mérkőzésre félő volt, hogy nehogy a druk, illetve nehogy a feszültség kibillentse őket az addigi teljesítményükből. Egy kisebb megingást a meccs középső részében leszámítva, én azt gondolom, hogy nem volt veszélyben a győzelmünk, és önfeledten ünnepelhették a gyerekek a teljesen megérdemelt aranyérmüket.